Boldogságot, melegséget hozott a világra. A Tolnai utca iskola tanulóinak műsora után a Rákóczi iskola és a művelődési házi gyermektánc csoportja mutatkozott be a Szabad Művelődés házában. Amíg a nagyobbak táncoltak és énekeltek, a legkisebbek kézműves foglalkozásokon sajátíthatták el a gyertyakészítés vagy épp a csúhi angyal készítésének rejtelmeit. Nagyon szorosan kell megkötni, ahhoz, hogy ne csúszson ki. A 4,5 éves Szalai Laura inkább gipszből öntött díszeket festegetett, amit aztán felakaszthat otthon a fenyőfára a többi dísz mellé. Karácsonyi díszeket, meg egy kis angyalokat, meg csúcsot. Az önkormányzat minden évben támogatja a rendezvény létrejöttét, a szervezők ismét igyekeztek kitenni magukért. Nagyon sok program van folyamatosan az adventi időszak alatt a városban is, és az egész környéken. Úgyhogy tényleg azt tartottuk fontosnak, hogy ne csak egy színpadi produkció legyen akár, hanem egy egész délután betöltő programsorozat. A több helyszínen zajló városi gyermekkarácsony programjai idén is ingyenesek voltak.